Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, engem még mindig Andinak hívnak, és ez még mindig az Andi kiskönyves világa, bár Zsófi Andi kiskönyves kuckójának hívja, és ez egy sokkal-sokkal jobb név lett volna, hogyha időben szól, és akkor... Sose leszek elégedett a csatorna nevemmel. Ma ki fogom tölteni a History Channel taget, amire Zsófi hívott ki, ő nemrég csinálta meg ezt a csatornájára, és tök jól jön nekem is, mert tökre jól beleillik ebbe az egész 5 éves lett a csatorna, valami jubileumot kell csinálni... Értitek? Úgyhogy Zsófi, köszi a jó időzítést és a kihívást, lássuk a kérdéseket! Mesélj az első videódról, és arról, hogy éppen hol voltál az életedben, amikor azt felvetted. A legelső videómat 2016 legelején vettem fel, január 12-én került fel a csatornára. Az a videó top 5 kedvenc könyve 2015-ből, eléggé egyértelmű volt nekem, hogy ha elnyitom a csatornámat, főleg év elején, akkor érdemes azzal kezdenem, ami egy nagyon kedvelt videótípus amúgy is, miket szerettél olvasni az előző évben. Az életemre levetítve, az már egyetem utáni időszak, de még csak fél éve dolgoztam, szóval eléggé még ilyen átmeneti időszakban voltam, tehát örültem, hogy az egyetem az így véget ért, és még izgatott voltam az egész felnőtt élet kapcsán, meg úristen, dolgozok, jön fizetés, meg ilyen dolgok. Egyébként engem ez egy pár évig aránylag boldoggá tett, megmondom őszintén, most már egy kicsit másféle hozzáállásom van így a felnőtt élethez, de akkor egyébként még nagyon éltem ezt a váltást és ennek az egész pozitív oldalát, most meg már élem a negatív oldalát, igazából mondhatjuk így. Ami egyébként a legnehezebben érint engem ebben az, hogy 22 nap szabadságon van, ami 4 hét, és most nem arról van szó, hogy hiányzik a fergeteges 2,5 hónapos nyári szünet, hanem inkább az, hogy ha a 2,5 hónapos nyári szünethez még hozzáadod mondjuk a téli meg tavaszi szüneteket, akkor az nagyon-nagyon más arány, mint a 22 nap, ami gyakorlatilag 4 hét az évben. Ezt viselem a legnehezebben egyébként. Ezt a videót még fogom érinteni ebben a hónapban, úgyhogy most nem mondanék róla többet. A második kérdés az az, hogy mesélj a legnézettebb videódról és annak elkészítéséről. Nekem a legnézettebb videóm jelenleg a csatornán az a top 10 könyv 2016-ból 18.000 megtekintéssel. Ez nem egy különleges videó olyan szempontból, hogy nyilván 2016-ban olvastam könyveket, és 17 elején megcsináltam a top 10-es videót. Ahogy az előbb pont mondtam, ez egy nagyon kedvelt videótípus, úgyhogy én egyáltalán nem vagyok meglepődve azon, hogy ez a legtöbbet látott videóm. Én is nagyon sokszor, ha új videóst kezdek el nézni, akkor egyből a legnézettebb videók között kezdek el mazsolázni, és alapvetően én is nagyon szeretem ezt a típust, úgyhogy nem meglepő számomra, hogy ez a legnézettebb. A második legnézettebb videóm már érdekesebb egyébként, mert az a Jókai Mór videóm az első, 10.000 megtekintéssel, soha a büdös életben nem gondoltam, hogy ez ennyi megtekintést fog kapni, akkor sem, hogyha úgy nézek rá, hogy ez egy kötelező, tehát ha valaki böngészi az internetet, és egy irodalmi kötelező miatt keresgél a neten, akkor lehet, hogy ezt földobja neki tényleg. Akkor sem vártam, hogy ez ilyen toplistás videó lesz, és a mai napig bánom, hogy ez félbeszakadt. Ugye a Közhívő ember fiainak egyébként két nagy része van, és az első részen végigmentem, erről van 3 videó a csatornán, a második rész pedig sajnos pont ilyen csatornaválságos időben volt, úgyhogy azok nem készültek el. Szoktam egyébként időközönként kapni ilyen kommentet, hogy hol van a többi videó, készülök-e a többi videóval, és milyen jó lenne, hogyha lenne több videó, és mindig megírom, hogy nagyon sajnálom, hogy nincs több videó, ez nekem is fájdalmas pont. Viszont most már eltelt annyi idő, hogy nem tudnám megcsinálni, tehát újra kéne megint olvasnom a Közhívő ember fiait, hogy ezt megcsináljam, és most még úgy erre nem vágyok, de ki tudja, egyszer még megtörténhet. A harmadik legnézettebb videóm egyébként megint nem meglepő, ez egy Leiner Laura videó volt, és a Leiner Laurák egyébként jól szoktak futni, ez a top 3-om. A harmadik az az, hogy mesélj arról a videóról, ami miatt a legizgatottabb voltál, miután befejezted. Nincs így kifejezetten egy videó, ami most így eszembe jutna. Elkezdtem visszapörgetni, és például a recenziós videó kapcsán izgatott voltam, mert ezt már nagyon meg akartam csinálni, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a fogadtatása. Kicsit visszapörgettem, és volt például az a videóm, ahol a Dixit társasjátékot használtam, egy ilyen asszociációs könyves játékot csináltam belőle. Annak például nagyon örültem a fogadtatásának, de annak is, hogy egyáltalán az az ötlet eszembe jutott, és megcsináltam, és jó pofa volt, úgyhogy például az abszolút egy ilyen videó volt szerintem annak idején. Aztán volt egyszer egy Harry Potter 7 könyvajánló sorozatunk, 5 napon keresztül mentek fel videók, volt egy bejelentő, meg 4 ház ajánló videó, ezt emlékszem, hogy nagyon nagy szeretettel csináltam, és az például biztos, hogy nagyon élveztem, amikor azok a videók mentek
Illetve van egy nem titkolt célom, egy olyan videó, ami pontosan ezt a kérdést kört fedi le, de ez nem egy videó lesz, hanem egy élő. Ugyanis, hogyha befejeztem Michael Golden estársorozatának az olvasását, akkor szeretném meghívni a szerzőt egy online beszélgetésre, és ezt már nagyon-nagyon várom. A negyedik kérdésben arról kellene mesélnem, hogy mi az a pont, amikor mondjuk kihívásokkal néztem szembe a csatornán, akár kreatív, akár pedig ilyen személyes vonatkozásban. Én lassan azt érzem, hogy másfél éve ebben vagyok, egy ilyen kreatív és személyes válságban egyébként. Ugye volt több időszak, amikor kihagytak a videók, kevesebb időm volt videózni, kevesebbet olvastam, amit olvastam, az is olyan volt, hogy meh. És 2020 elején tértem vissza, és azóta is küzdök a formátummal, erről szerintem már beszéltünk, szerintem ezt tudjátok, akik követnek, azok látták, akik meg nem követnek, azok az új videókban esetleg már hallhattak erről, de nagyon röviden ugye arról van szó, hogy meguntam az alapvető videóformátumokat, akár mint néző, akár mint készítő, ezért próbálok folyamatosan azon gondolkozni, hogy mi az, amit én igazán szeretnék csinálni, és mi az, amit szívesen látnék a csatornán, ez nem mindig olyan egyértelmű, illetve ugye nemrég visszatértem a régebbi videótípusokra, tehát az utóbbi időben pont, hogy book haul, wrap up, preview, tag, tehát hogy ezek a szokásos dolgok forgolódnak, és ebből szeretnék továbbra is kitörni, mert nem feltétlen ez tesz a legboldogabbá, hogy úgy mondjam. Szerintem ami a legboldogabbá tesz jelenleg egyébként a csatornán, és menti ezt az egész válságot, az a live videók, akár másokkal, akár amikor egyedül csinálom őket, mert azt a formátumot nagyon szeretem, illetve nyilván másokkal való beszélgetés, azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni, szóval, hogy a mai napig az egyik fénypontom szerintem 2020-ból, amikor Zsófival a fantasy műfajról beszélgettünk, az egy nagyon jó beszélgetés volt, és rettenetesen élveztem. Az egész BookTube könyvklubot például ezen kívül azért is szeretem, mert nagyon-nagyon változik, hogy melyik BookTuber beszélget, melyik másik BookTuberrel, és melyik könyvről, és szerintem ez így tök izgalmas nekünk is belülről, meg szerintem kívülről nektek is. Illetve, hogy a BookTube Discord sokkal közelebb hozta a videós közösséget, és ez hat egyfajta inspirációként szerintem nagyon sokunkra, úgyhogy ezek tökre így segítik a dolgot. Zsófi említi is a videójában, hogy erre nagyon büszke, azt hiszem az volt az, de imádunk érte, nagyon jó tudsz. Gyertek Discordra! Mesélj arról a dologról, ami neked, mint content kreátor, nehézséget okoz, vagy még mindig nehézséget okozott, vagy hogy nagyon-nagyon kellett azért küzdened, hogy jobb legyél benne. Kezdeti időkben két kritika volt, ami nagyon sokszor visszagyűrűzött a csatornára. Azt tudni kell rólam, hogy én nagyon-nagyon rosszul viselem a negatív kommenteket, vagy a negatív kritikát, és először rettenetesen felhúzom magam, nagyon ideges tudok lenni, és szomorú, és akkor egy idő után képes vagyok lenyugodni, és reálisabban megnézni így a dolgot. Az egyik kritika az volt, hogy nagyon gyorsan beszélek, hogy hadarok, hogy követhetetlen, és rengeteg vágás van a videókban. Ezt azért mondom így, mert ez eléggé összefügg. Azt gondolom, hogy a hadarás és az a tény, hogy sokszor mondat közben is rengeteg vágással készültek a korai videók, nem egy jó módszer. Na most azzal, hogy gyorsan beszélek, vagy hadarva, azzal úgy éreztem sokáig, hogy kevésbé tudok mihez kezdeni, mert a való életben is nagyon hasonló a habitusom. Amit itt láttok, az nagyjából lefedi azt, hogy én milyen vagyok így a magánéletemben, vagy akár baráti beszélgetéses interakciókban, tehát általában, ha az emberek találkoznak velem, mi után látták a videóimat, akkor tök sokszor azt szoktam megkapni, hogy egyébként én tök olyan vagyok, mint a videókban. Ezért, amikor valami olyasmi kritikát kapok, hogy például hadarok, vagy gyorsan beszélek, akkor én azt abszolút úgy értelmezem, hogy hát figyelj, én a valóságban is így beszélek, és a valóságban is így hadarok, úgyhogy ez egy kicsit nehéz, mit kezdenem. Persze, vehetjük azt, hogy ez egy olyan kritika, hogy ha szeretnék olyan kontentet gyártani, hogy például ezeknek az embereknek is fogyaszthatóbb legyen, akkor persze nyilván érdemes lenne figyelnem arra, hogy mondjuk kevésbé hadarjak, vagy lassabban beszéljek. Viszont azóta nagyon sok idő eltelt, és ti is láttatok olyan videókat tőlem, amik kifejezetten lassú, nyugodt hangvételű videók voltak. Ez nyilván függött az életszakaszomtól, az adott napi hangulatomtól, illetve hogyha állok, akkor sokkal pörgősebben beszélek, mint hogyha ülök. Viszont még mindig ott van az a probléma, hogy amikor egy mondaton belül van három vágás, az számomra se esik jól. Ezért most már sokkal tudatosabban videózok, remélem, aztán majd meglátjuk, főleg amikor majd ezt a videót megvágom, az vicces lesz. Felvétel közben mindig figyelek arra, hogy ha elrontok valamit, akkor ne egy szót ugorjak vissza, és azt javítsam ki,
hanem kezdjem az egész mondatot előről. Mert ha a mondatok közt van vágás, az sokkal kevésbé zavaró, mint hogyha a mondaton belül összecsúszik valami, és három helyen vágás van. Természetesen néha nem tudod megoldani, mert felvétel közben mondjuk nem veszel észre minden hibát, és akkor nagyjából annyit tehetsz, hogy vágás közben, ahogy tudod, megoldod, néha ez sajnos kevésbé szépen jön ki, viszont az alternatíva az az, hogy újra felveszed, vagy pedig egy ilyen bevágott videót csinálsz, ami azért plusz meló, ami néha egyszerűen nem fér bele az ember életébe. Én szeretném azt hinni, hogy ebbe egyébként sokat fejlődtem, és hogy sokkal jobbak a vágásaim, mint korábban, illetve szerintem, amikor elkezdtem videózni, akkor nagyon erre voltam így ráfókuszálva, hogy úristen, minden fölösleges dolgot vágjunk ki a videóból, minden egyes lélegzetvételt is, ma már ezzel sokkal szabadabban bánok, illetve sokszor lazábbra engedem hagyni a vágásnak ezt a szakaszát, akár a két mondat közti, nem feltétlen levegővétel, de a szüneteket sem vágom ki úgy, mint régen. Ezt igazából leginkább ti tudjátok egyébként megmondani, hogy akik régebb óta követnek, azok ezt hogy érezték, látták-e ezt a változást, de erről egyébként nagyon nehéz úgy nyilatkozni, hogy ezt kijavítottam, mert közben nagyon sok minden más változott is, ami erre hatással volt. A másik kritika az egy nagyon érdekes dolog, mert évekig nem kaptam meg. És vagy 3 éve csináltam videókat, most nem akarok hülyeséget mondani, nem emlékszem pontosan, de hogy nem első év, nem második év, akkor jött egy ilyen kritika, hogy figyú, engem botrányosan zavar az, hogy nem a kamerában nézel, hanem a képernyőn nézed magadat. És ez volt az a pont, amikor én elkezdtem visszanézni a videóimat, és elkezdtem látni azt, hogy tényleg itt a telefonom, itt a kamerám, ezt nézem, de közben ide kéne nézni. És azért nem volt nekem feltűnő, és sokatoknak sem egyébként, mert aránylag kicsi volt a kamera, és aránylag közel volt ez a két pont egymáshoz, tehát például, hogyha valaki kamerával videózik, és mondjuk kihajtható képernyője van, akár oldalra, akár felfele, lehet látni azt, amikor valaki így beszél végig a videóján, mert felfele néz és nézi magát, nagyon-nagyon felfele néztem, várjátok. Megmutatom. Most abszolút a kamera lencsejébe nézek. Most a képernyőn nézem magam a kamerám fölött. Most a nem létező oldalsó képernyőmet nézem a kamerám mellett. És nagyon sajnálom, ezzel lehet, hogy üvegcsörömpölést fogok nektek okozni, de ez így néz ki. Én ott rettenetesen le voltam döbbenve, mert egészen addig a pontig erre kifejezetten nem hívták fel a figyelmemet. Onnantól kezdve viszont megpróbáltam abszolút figyelni arra, hogy átirányítsam a szememet, és felvétel közben ne azt csekkoljam mindig, hogy rendben vannak-e a fények, hogy szép-e a kép, stb. Hanem a lencsébe nézek, mert egyébként 95%-ban nincs szükséged a visszacsatolásra, miközben beszélsz, ha megbízható géppel dolgozol, akkor nincs ezzel probléma. Ezzel szerintem küzdöttem az elején, a kamerát mikor megkaptam, nem emlékszem, hogy az elején rossz helyre néztem-e, de próbálok lencsébe nézni, és most már sokkal könnyebb például ez, mint a legelején. Telefonnal ez sokkal nehezebb szerintem, főleg az elején ebbe beleszokni, mert nagyon könnyen eltéved a szemed, főleg, hogy a telefonon ugye egy ilyen kis pöttya kamera, míg egy normális fényképezőgép, vagy pedig videókameránál azért van egy ilyen nagyobb objektív, tehát így sokkal nagyobb az a pont, ahol fókuszálnod kell, és szerintem kevésbé elveszíthető. Legalábbis ez az én tapasztalatom vele. A harmadik dolog, ami nekem nagyon nehéz, és amivel nagyon küzdök, az az, hogy egy videó esetében, hogyha egy hiba benne marad a videóban, legyen az egy vágás, egy rosszul kiejtett név, egy rosszul elmondott mondat, vagy mondjuk egy rosszul bemondott tény, utólag nagyon nehezen és nagyon ritkán tudod kijavítani. A YouTube felületén van arra lehetőség, hogy kivágj a videódból, de hozzátenni nem lehet, ráírni nem lehet, tehát igazság szerint hatalmas kompromisszumkészség kell, azt hiszem, hogy legyen az emberben, illetve kell egyfajta elengedés, hogy meg tudj azzal békülni, hogy igenis hibázol, és azok a hibák ott maradnak az interneten. Most bocs, hogy ezt mondom, de ez nem egy blog. Minden tiszteltem a bloggerekét, de ha ti csináltok egy hibát egy bejegyzésben, bele tudtok menni, ki tudjátok javítani, és utána a következő 500 ember nem fogja látni azt a hibát. Én nem tudom ugyanezt megtenni. Ez egy nagyon nehéz része szerintem a videózásnak, hogyha nem tudsz rá szánni annyi időt és energiát, akaratlanul is fognak benne maradni hibák, nyilván, ha jobban figyelsz rá, kevesebb fog maradni, nyilván ezzel lehet dolgozni, de azért senki sem 100%-os robot. És az, hogy te ezt mennyire viszed magaddal, az már eléggé személyiségfüggő, mert simán van olyan, aki csak legyint erre, hogy jó, hát az ott éppen úgy sikerült, én meg így mazsolázok a sarokba, hogy a francban már megint hibáztam valamit. Azt gondolom, hogy ez kell egy elég nagy fokú kompromisszumkészség, arra vonatkozólag, hogy ember vagy, hibázol, és ezt el tud fogadni, és tudj tovább menni. Illetve kell egyfajta elfogadás, ami eléggé kéz a kézben jár azzal, amit az előbb pont mondtam. De ezzel én eléggé küzdök, mert azt érzem, hogy nem tudok annyi energiát
és időt belefektetni, hogy minden tökéletes legyen mindig, hogy ezt muszáj elfogadnom és elengednem, hogy fogok hibázni, főleg azért is, mert emberből vagyok, és szoktunk hibázni. Ez egy ilyen emberi dolog, azt szokták mondani. A következő pont az arról szól, hogy mesélj valamit, ami amiatt történhetett meg veled, mert része vagy a BookTube community-nek. Vannak olyan dolgok, egyértelmű tényszerű dolgok, amik történnek azért, mert videós vagyok, kaptam különböző felkéréseket, és ez nem mindig recenziós felkérés volt. Ezek között vannak egyébként nagyon jó élményeim, és egyébként vannak rosszak is. Emlegettem ezt a válság dolgot egy-két ponttal korábban, és visszatérnék ide, ugyanis az, hogy én része lehetek a jelenlegi aktív BookTuber, nem, hogy mondjuk, tehát van a Discordon a BookTube szerver, és azon belül ott vagyunk mi BookTuberek, és van egy ilyen aktívabb magja az egésznek, akik többször ott vannak, többször kommentelnek. És az, hogy én most ennek aktív BookTuberként lehetek a része, és nem csak mint néző vagyok ezen a Discordon, és az, hogy benne lehetek ezekben a BookTube beszélgetésekben, ez szokott így a fejem fölött lebegni, amikor azon gondolkozom, hogy abba adjam-e a videózást, vagy sem, mert ez egy nagyon nagy pozitívum, és nyilván, ha nem lennék BookTuber, akkor ennek nem lehetnék a részese. Illetve a másik dolog, ami eszembe szokott jutni, az az, hogy ha nincs a BookTube, akkor én nem ismerem meg a Levit, akivel annyira jó barátok lettünk, hogyha felhívjuk egymást, akkor nagyon sokszor a telefonszolgáltató vágja le a beszélgetéseinket, mert 2 óráig ülünk a telefonon és beszélünk. Nem ismertem volna meg Zsófit személyesen, akit szintén egy nagyon jó barátomnak tartok, illetve több videóssal is találkozhattam az évek alatt. Találkoztam például többször Hélzzel, akit szintén nagyon-nagyon szeretek. Annak idején volt egy találkozó, amin még ott volt Dominika és Dorottya, és tök jó volt őket is megismerni. Szóval, hogy ezek a személyes faktorok nekem egyre fontosabbak, és úgy érzem, hogy ezek nem történhetnének meg, hogyha csak egy egyszerű BookTuber néző lennék, és ezekért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ezek most csak a személyes találkozások voltak, de például így ismertem meg Fruzsit és Esztit is tavaly, és sokkal közelebbi velük a viszonyom, mint mondjuk egy-két olyan BookTuberrel, akivel csak néha csetelünk egymással, szóval nekem ezek az emberi találkozások nagyon-nagyon sokat adnak hozzá, és megmondom őszintén, ez a legnagyobb megtartó erő most mind felett. A 8. pont nagyon viccesen van megfogalmazva, nagyjából így fordíthatom magyarra, hogy jól van, most már elég időt töltöttél azzal, hogy saját magadról beszélj, csodálatos vagy, mi tudjuk, ezért is nézzük a videóidat. Most viszont mesélj nekünk valakiről, aki tagja ennek a BookTube közösségnek, és aki azt gondolod, hogy megérdemli, hogy több figyelmet kapjon. Én az utóbbi időben több videóban kiemeltem több kisebb videóst, úgyhogy nem fogtok meglepődni, mert őket fogom megint előhozni. Az egyik idei felfedezettem az Tamara, aki berobbant a BookTube-ra, és egy olyan részét képviseli az olvasói közösségnek, ami nagy hiánycikk, és nagyon örülünk, hogy itt van velünk. Egyébként egy rettenetesen szimpatikus hölgyeményről van szó, úgyhogy csekkoljátok a csatornáját, ha még eddig nem tettétek volna meg. A másik nagy idei kedvencem az Eszti, aki Japánból lazán jött és belépett a BookTube közösségbe. Őt is nagyon-nagyon szeretem, az ő csatornáját is már többször emlegettem, illetve mi élőztünk is már ugye együtt többször, meg könyvkemping is megtörtént. A harmadik csatorna, akit szoktam emlegetni, őt nem kifejezetten BookTuberként tartjuk számon, viszont imádom, amit Balázs csinál, az ő csatornáját is már rengetegszer megemlítettem itt a YouTube-on. Alig várom, hogy lássam, hogy mi lesz a következő videója, hogy melyik világirodalmi klasszikust fogja olvasni. Nagyon-nagyon szeretem a videóit, nézzetek be hozzá. A negyedik ember, akit már emlegettem mostanában, és kicsit úgy él a fejemben, hogy ő idén kezdte, vagyis 2020-ban a videózást, de most megnéztem, és nem, neki 2019-ben már volt videója, ő Edmond, az ő csatornáját is linkelem odalentre, már róla is beszéltem egyszer biztosan. Részben azért küldelek hozzá benneteket, hogyha hiányoljátok a klasszikus irodalmat a legtöbb BookTube csatornáról, mert ez egy általános dolog, ami így vissza szokott jönni, akkor hozzá érdemes menni, mert ő is egészen sok klasszikus és komoly irodalmi művet olvas, és tök jó, hogy ő is így színesíti ezt a palettát, illetve mostanában gyárt több videót, és gyakrabban, ezért él bennem úgy, hogy ő egy új BookTuber, nem annyira új, de nézzetek be hozzá is. Mivel én másodikként érkezem, mint BookTube veterán, kitölteni ezt a teget, Zsófi kihívott mást is az ő videójában, nem emlékszem most, hogy Hélsz kihívta el vagy sem, úgyhogy Hélsz, ha nem voltál kihívva, akkor én most kihívlak ebben a videóban, csináld meg, mert kíváncsi vagyok a te válaszaidra is, mint ős régi BookTube veterán, illetve Levi, csak Levi megint nem csinál videókat. Levi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem érdekes volt számotokra, ha van bármi kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várom oda lent kommentbe. Eszembe jutott egy másik nehézség, így utolsó gondolatként,
Rengeteget szenvedek kamerabeállítással, fényekkel, vágással, olyan szempontból, hogy nem dolgozok softboxsal, tehát nincsen konkrét fénybeállításom. Emiatt vannak olyan videók, amik sötétebbek vannak, amik világosabbak vannak, amik kékebbek. Ez sajnos jelenleg még nem sikerült megoldanom. Inkább kezdem elengedni, mint hogy ezen küszködjek. Nem akarok softboxba beruházni, egyébként nagyjából itt erről van szó. Ez lenne az egyik megoldása egyébként a történetnek, de ez egy olyan dolog, amivel még küzdök. Na, lezártam! Ne beszéljünk ennyi nehézségről. Nagyon sok nehézségről kellett beszélnem most ebben a videóban. Elmondtam mindent, legyetek jók, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!